hát a házam, teteje, teteje, rászállott a címeket, címeket, feste róla, címeket, címeket, rászállott a teteje, teteje. Gyerekzumbával indult az autómentes nap egész napos programsorozata. Bonyhád Város évek óta megszervezi az akciót, melynek célja a környezetvédelme, a mozgás fontosságának hangsúlyozása és a közlekedési szabályok elelevenítése elsősorban a gyerekek körében. Aki bátor volt, kipróbálhatta az erre az alkalomra idehozott furcsa kerékpárokat is, melyek segítséget nyújtanak a biciklivel való biztos közlekedés fejlesztésére. Az idei évben Bonyhád Város önkormányzata újra csatlakozott az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz. Autómentes napot és közlekedésbiztonsági szemlélet formáló napot szerveztünk. Kiegészve a kerékpározás népszerűsítésével rengeteg szolgáltatót hívtunk. Kettő kresszsuli van most jelen pillanatban. Az egyik kresszsuliban rollerekkel, futókerékpárokkal tudnak a gyerekek egy imitált kressz pályán közlekedni, illetve a kressz sátorban közben pedig kressztesztet oldanak meg interaktív módon, illetve az idei évben először hívtuk a gyerekautósulit, ahol elektromos kisautókkal tudnak egy kressz pályán közlekedni, és ők szintén tartanak egy utánfutóból kialakított oktatóteremben kressz oktatást. Nézzünk be a rögtönzött kressz tanfolyamra. A cél a legalapvetőbb biztonsági előírások felelevenítése és elmélyítése. Gyakoroljuk a közlekedés szabályainak a betartását, ezért van itt ez a kis pálya, és fogtok találkozni pár forgalmi szituációval, amivel alapvetően is köznapi életben, miközben közlekedtek, gyakran tudtok találkozni. Először is hagyj kérdezem meg tőletek, ki tudja megmondani nekem, hogy az utca melyik oldalán közlekedünk, jobb vagy bal? Igen? A lényeg a gyerekeken van, a lényeg azon van, hogy mindig valamit sportoljanak. Ugye el szoktuk mondani mi is azt, hogy nem muszáj csak focizni, illetve csak kosarazni. A lényeg a mindennapos sportoláson van, és hogyha a gyerekek látnak jó példát, akkor az segít nekik. Ebben nem elég csak a gyerekekre hagyatkozni, ugye egy 5-6 éves gyereket még a szülők befolyásolnak. Tudom magamról, én is szülő vagyok, hogy ha elviszem magammal a gyerekeket bicajozni, vagy túrázni, akkor teljesen más a gyerekeknek a lendülete, az aznapi lendülete, a sporthoz való hozzáállása. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyon bizakodó vagyok, és örülünk neki, hogy ennyien vesznek részt a mai autómentes napon is. Nyilván a kerékpározás az azért is jó, mert egyrészt a nem kerül pénzbe, másrészt pedig megmozgatja az embereket, tehát a családok azok ilyen szempontból is nézhetik ezt. Nem véletlen, hogy a legkisebbeket, a tanköteles korosztályt vonta be leginkább a programba a város, hiszen ebben a korban van szükség arra, hogy a gyerekek rászokjanak a rendszeres mozgásra, és ők vannak veszélyben gyalogosan és kerékpárosan is leginkább. Óvodás, tanköteles korosztály rávezetése, a kerékpározás, az alternatív közlekedési módok fontosságára, illetve nem utolsó sorban a kressz betartására, a gyalogos közlekedés során tudják alkalmazni a kressz szabályait, hogy biztonságban legyenek a gyerekek. Kiemelt fontosságú városunkban a kerékpáros közlekedésnek a népszerűsítése. Egy kerékpárút került kialakításra nemrégiben a Percelmor utcában. Ez is ezt a célt szolgálja, és igyekszünk mindezt rengeteg olyan közösségi programmal alátámasztani, ahol fel tudjuk hívni a figyelmet a kerékpárosokra. De nem csak a kerékpárosokra, de a járművekre is vigyázni kell. Ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a rendőrség szakértői. Természetesen a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a városi rendőrkapitányságok előadói is fokozottan hívják fel az utóbbi időben a figyelmet arra, hogy a kerékpárosokra is vonatkoznak a közlekedési szabályok, és ezek az előadóink rendszeres előadások alkalmában felhívják a figyelmet, hogy az, aki kerékpárra ül, annak tisztában kell lennie a közlekedési szabályokkal is.
Mi pedig a rendezvényen a bűnmegelőzést próbáljuk itt szorgalmazni, hiszen ezek a kerékpárok ugye elég nagy értékűek már az utóbbi időben, és Tolna megye is évek óta csatlakozott egy országos programhoz, aminek Bike Safe a neve. Egy elektromos rendszerbe visszük fel a kerékpár és a tulajdonos adatait, plusz egy védelmet ad ez a tulajdonosnak, ha esetleg a kerékpárját ellopják. Bármelyik kapitányságon ennek az adatbázisnak utána tudnak nézni a kollégák, ezzel is segítve azt, hogy esetleg az eltulajdonított kerékpárt megtalálhatják. Ha csak a legfontosabb közlekedési szabályok bevésődtek a gyerekeknél, és biztonságosabban mennek át az úton vagy bicikliznek, már megérte ez a rendezvény. Nem is beszélve arról, hányan akarnak majd egy ilyen nap után biciklizni a szülők bevonásával.